Amit az ember csinál, azért csinálja, hogy szabad legyen. Akarva, akaratlanul, tudatosan vagy tudatlanul, mindent azért csinál az ember, hogy szabad legyen, kivétel nélkül. És azáltal, hogy az ember cselekszik azért, hogy szabad legyen, bizonságot tesz arról, hogy nem szabad. Többször beszéltem már korábban erről, hogy az a tény, hogy az ember szabad akar lenni, akárkivel találkozol, tudatosan vagy tudatlanul ott van benne, hogy szabad akar lenni. Sokan ki is mondják ezt. Akik felvállalják azt, hogy szabadok akarnak lenni, azok elindultak a szabadság útján. Persze nem ez az eszköz, a megfelelő eszköz, de ahhoz, hogy az ember elinduljon a szabadság útján, muszáj belássa azt, hogy ő rab. Hogy látja be az ember azt, hogy ő rab? Úgyhogy, hogy kíván szabad lenni. Kíván szabaddá válni, és ezért cselekszik. Megfogja a két kicsi kezét, és elkezd ottan matatni valamivel, egy folytában valamit csesztet, hogy szabad lehessen. Mert úgy gondolja, hogy ha matat az ő kezével, valahol, vagy valamit folyton csinál, létrehoz egy bábelt, majd lehontja, egy újabb bábelt, azt is lehontja, akkor szabad lesz. De ez hazugság, emberek. Ez hazugság. Tehát az ember úgy tesz maga ellen bizonságot arról, hogy ő rab, hogy szabad akar lenni. Én is úgy tettem magam ellen bizonságot arról, hogy én rab vagyok, hogy szabad akartam lenni. Amíg nem akartam szabad lenni, addig talán szabadabb voltam. Gyermekkoromban nem akartam szabad lenni. Hát miért? Azért, mert szabad voltam. Valamilyen mértékig egy picike időt Isteneken megengedett a szüleimen keresztül, használta a két gyarló szülőmet arra, hogy megengedjék, hogy szabad legyek. És olyan szabad voltam, nem tudom, hogy ezt hogy tudtam megcsinálni, fogalmam sincs, mert az ember ezt fel nem foghatja, hogy a szüleim tehát szabadjára engedtek viszonylag. Nem aggódtak, hogy én merre járok is. Addig, amíg ők elvoltak a munkával, vagy a maguk dolgaikkal, addig én egyszerűen csak úgy mentem, léteztem. A szél, amerre fújt, én arra mentem. Beálltam itt az egész gyergyómedencét, a falvakat körbe, felültem a vonatra is, az autóbuszra is, pénz nélkül. Nem érdekelt, nem tudtam, hogy kell fizetni valamiért. Nem tanultam meg, tehát ilyen műveletlen voltam, tuskó voltam. Nem tudtam, hogy kell fizetni az autóbuszra, de mivel nem tudtam, az autóbusz sofőr nem vette el tőlem pénzt, nem is kérte, sőt mosolygott és örvendett, hogy milyen bátor legényke. Ő egyszerűen csak megy. És hát nagyon szabad voltam, emberek. Igaz, hogy rövid idő volt az időszak, de megélhettem a szabadságot, hogy tényleg amerre a szél fut, arra mentem, és erről már többször beszámoltam, hogy szívesen beszélgettem emberekkel, bementem hozzuk, felkapaszkodtam a lovas kocsira, a szekére, mentem velük, hazavittek, ennem adtak, segítettem nekik ottan az állatokkal, állatokat elrendezni mindenben. És nekem az nem munka volt, hanem játék, az édenben voltam, emberek. Az Úristen gyermekkoromban a picike ideig megengedte, hogy megtapasztaljam az édent, amiről nekem tökéletes emlékképeim vannak, hogy mentem be idegen emberek házába, hogy kapaszkodtam fel az ő lovaskocsiukra, a szekerükre, mentem velük, barátkoztam, ennem adtak meg, segítettem fát vágni, minden. De nekem az nem volt munka, mert ezt mind örömmel csináltam. A munka fogalma nem létezett. A munka fogalmát úgy találtuk ki, hogy kényszerből kezdtünk dolgozni, mint rabszolgák. Az édenben is lehetne munka, de az már nem munka, mert számomra a munka nem létezett, mivel öröm volt az, amit én csináltam számomra. Szóval azért is tudok beszélni a szabadságról, mert van viszonyítási alapom. Megélhettem az édent, az Úristen többször nekem eszembe jutotta, hogy mi volt az éden. Persze ezt leszámítva még egyszer megadta nekem az Úristen, hogy szabad legyek itt a Földön, amikor is zarándokolhattam több alkalommal is itt Európában, Dublintól egészen Gyergyóig, meg Gyergyótól Athénig, meg Gyergyótól egész le Afrika széléig, ugye Gibraltárig,
szabadon mentem, pénzem sem volt semmi, és Isten megengedte, hogy létezzek, nem haltam éhen, sőt, bőségesen meg volt mindenem. Ezeket mind megélhettem. Ez hatalmas szabadság volt. És még mielőtt belevágnék a témába, hogy fejvadászok járnak közöttünk, milyennek a jelentése, kik a fejvadászok, azelőtt rátérnék arra, ami szintén bevezeti ezt a témát, azt a szabadságos témát, amit mond Pál apostol, fel is olvasnám az ő leveléből, a Filippiekhez írt leveléből, hogy mire ébredtem azon kívül, hogy kaptam Istentől tanítást, jelentést, mire ébredtem. Hát arra ébredtem, hogy számomra minden kár. Amikor én felkelek reggel, és visszajövök a testbe, ebbe a fizikai testbe, ezt én kárnak élem meg. Tehát ez egy hatalmas kár és hiába valóság. Ami korábban számomra haszon volt, és nyereség volt, ahogy mondja Pál apostol, most már kárnak élem meg, kárnak ítélem. A Krisztusért kárnak ítélem. Még azt is, hogy egészséges vagyok, még az is kár, emberek. Kár az, hogy látok, hogy a földi szemeimmel látok, ez is egy hatalmas kár, vagy hogy nem vagyok süket, az is kár. Tehát az, amit én korábban értékesnek hittem, ahogy írja Pál apostol, amit én, amelyek nékem egykor nyerességek valának, azokat a Krisztusért kárnak ítéltem. Tehát az, hogy nem vagyok beteg, vagy nincsen semmilyen fogyatékosságom, egészséges vagyok, emberek, ez nem, hogy haszon lenne, hogy jó lenne nekem, kár. Káros. Az én lelkemre nézve az én egészségem káros. Tudom, hogy valaki ezt hallja, és testi ember teljesen hülyének néz. Nincs nekem semmi kétségem e felül. De valahogy te is elkerindulj az igazság útján, hogy megértsd azt, hogy amit te haszonnak és értékesnek hiszel, az a lelked szempontjából egy akkora büdös kár, akkora nagy veszteség, hogyha te azt felfognád, egyfolytában bőgnél, mint az árva macska. Bőgnél, sírnál és zokognál, mint az árva macska. Ha meglátnád azt, hogy amit te hasznosnak látsz és értéknek hiszed, jaj, milyen egészséges vagy, és milyen szép kis pofikád van, milyen szép mosolyod és szemeid vannak, meg milyen szép hajad van, és milyen szép seggszőrzeted, vagy bármit. Amikor ezt meglátod, ez mekkora kár, hogy mennyire elvonja a te figyelmedet, a te egód, mert ez mind az önről szól, az önön egódról szól, te rólad szól, a rohadékról, a büdös rohadékról szól. Amikor te ezt meglátod, ez mekkora kár, hogy mennyire elvonja a figyelmedet Isten dicsőségéről, amit a te lelked, te mint lélek megtapasztalhatnál, akkor fejjel nekifutsz a falnak, és a falat be fogod törni, mint egy faltörőkos. Tehát így ébredtem fel ma is, hogy ja, igen, van teste, és egészséges az én teste. Mekkora kár, mekkora kár. Vagy hogy látok, hogy igen, jó a látásom, mekkora kár. Vagy hogy még van erőm felkelni, mekkora kár, emberek. Minden kár, emberek, kár. Amit én korábban nyereségnek és haszonnak hittem, minden kár. Persze most valaki mondhatná azt, hogy ez nem biblikus. Vajon nem biblikus, te nem biblikus? Hát Jézus hányszor mondta, hogy még meddig kell köztetek maradjak, ti hitetlen nemzedék. Be vagyok én is zárva ebbe a rothadó, bűzlő testbe. Be vagyok zárva miattatok, hogy néhány ember talán megmenekülne, hogy ne menjen a Gehenna tüzére. Nekem ez hatalmas teher, emberek, fogjátok fel, mondja Krisztus. Nekem hatalmas teher. Értetek, vállaltam a bűn testét. Felvettem magamra, pedig én bűnt nem követtem el, hogy én ebben a bűntestben meg legyek kötözve, mint ti, de mégis bejöttem a bűntestében, meg vagyok kötözve. Az én testem is bűzik, én is kell szarjak. Vagy én is, nekem is vannak ilyen fizikai, meg fiziológiai szükségletei. Mekkora kár, mekkora szemét, emberek. Kár és szemét. Azt mondja Pál apostol, sőt, annak felettem most is kárnak ítélek mindent. Az én Uram, Jézus Krisztus ismeretének gazdagsága miatt, akiért mindent kárba veszni hagyta, és szemétnek ítélek, hogy a Krisztust megnyerjem, minden kári szemét, és találtassam ő benne, mint akinek nincsen saját igazságom, a törvényből, az emberi okosságból, a hagyományokból, a megszokásokból, a rutinból,
hanem van igazságom a Krisztusban való hitáltal, Istentől való igazságom a hit alapján, hogy megismerjem őt és az ő feltámadásának erejét és az ő szenvedéseiben való részesülésemet, hasonlóvá lévén az ő halálához, ha valami módon eljuthatnék a halottak feltámadására. Pál apostol is kárnak és szemétnek ítél mindent. Az, hogy neki diplomái voltak, az, hogy a seggét félsenyalták a többi farizeus, meg a szerencsétlen pornép, az, hogy tudott görögül, meg görög volt, meg római, meg athén, meg kínai, meg minden volt ő. Tehát megvolt minden földi kincse, elismert ember volt, tudós ember volt, törvénytudó ember volt, kár és szemét minden. Még az is kár és szemét, hogy ma reggel felkeltem. Mert ma reggel felkeltem. Most elmondom, hogy miért kár és szemét. Azért, mert az éjszaka az atya szólt hozzám, és kaptam kristálytiszta kijelentéseket, megértéseket. Az atya lélekben hordozott, nem kellett szarjak közben, nem volt az, hogy jaj, most úgy megennék, mit tudom én, egy tojáslántottát, vagy valami, nem kellett nekem semmi, sem ennem nem kellett, sem tojnom nem kellett. Mert amikor az ember éjszaka álmodik, akkor ő lélekben van, te is lélekben vagy. Amikor rémálmot kapsz, akkor is lélekben vagy, Isten megmutatja azt, hogy milyen a valóságot. Egyszer a tested meg fog halni, és benne maradsz a rémálomban. Ezt mutatja Isten a rémálommal. Amikor álmodsz, az nem a testben, az a testednek semmi köze nincs az álmokhoz. Semmi az ég adta világon. Jöhetnek a professzorok, a Nobel-díjas kutyák, és elmondhatják azt, hogy jaj, hát az agy, a neuronok, a szinapszisok, az idegszálak között, meg a mielin hüvely, meg ott elmagyarázhatják a sok bullshit-et, ez hazugság, emberek. A sátánnak a hazdozása az összes, amit te hallasz a tudósoktól, szinte minden. Szomorú, hogy ezt kell mondjam, én is hittem a tudományban, sőt, én is orvosira készültem, sőt, én kutató akartam lenni, hogy igazából felfedező. Az is lettem, csak nem úgy, ahogy azt elképzeltem. De az Úristen nem engedte meg, hogy orvos legyek, és így a doktornak lettem az asszisztense. A királyok királyának, az urak urának, a doktornak lettem az asszisztense. Hát nem tudom megköszönni, hogy anyámék is nem csesztettek, hogy akkor menjek is, ne hagyjam, és akkor igen, mert és akkor a tanárok is, mert szerettek, mert jól tanultam. Ezeket nagyon szerettem, a természettudományokat, és úgy elvárták tőlem. De hála a mindenható Istennek, hogy megúsztam azt, hogy beletaszítsanak a halálba, a kárhozatba, azáltal, hogy elvégzem az orvosi egyetemet, és annyira átprogramozzák az agyamat, hogy végül nem leszek mások egy ilyen orvosnak mondott szobanövény. Itt ezt úgy mondom, emberek, hogy nem, tehát hogyha valaki hallja, mint egészségügyi dolgozó, tehát aki Isten gyermeke, én azt nem nevezem orvosnak. Azért is, mert ugye orv, tehát az orv lövész, meg orv vadász, meg orv halász, ugye, tehát az maga a tolvaj. Tehát én hiszem, hogy vannak egészségügyi dolgozók, akik lelkismeretes egészségügyi dolgozók, akármilyen funkcióban, akiknek az Isten ugye vigyázza a lelküket, nem szeretnék róluk semmiképpen sem kárhoztató módon beszélni. Vannak ilyen egészségügyi dolgozók, tudom, van tudomásom, vannak ilyen, és mint tudjuk, ugye a jelenlévő mindig kivétel. Tehát, hogyha ezt egy orvos, egészen pontosan egy egészségügyi dolgozó hallgatná ezt a felvételt, akkor ugye hát ő akkor a kivétel például. Remélhetőleg nem véletlenül cseppelt ide, hanem a szívében ott van, ott dolgozik a Krisztus, az élő Istennek a lelke. Szóval nem lettem orvos, és ezt nem tudom megköszönni, hogy a mindenható Istennek, hogy nem engedte meg, hogy ez megtörténjen velem. És hogy is jutottam az orvosokhoz? Fogalmam sincs. Nem ez a lényeg. Inkább az a lényeg, hogy kár és szemét. Az is, hogy tehát igen, az orvosok azt mondják, ugye, hogy az agyok, az agyban, a szürkállomások mennek, jönnek, mennek, és az impulzusok, elektromos impulzus, elektromos lófasz emberek. Tényleg, ezt nem tudom másképp mondani. Tehát ilyenkor már indulat van bennem, hogy muszáj visszafogjam magamat, mert nem szeretném az egész felvételt így elrontani ilyen csúnya szavakkal. De higgyétek el, emberek, hogy az álomnak semmi köze nincs az agyathoz. Annyi köze van, ha az Úristen megengedi nekem is. Nekem is megengedte ma reggel is, hogy az álom átjöjjön valamilyen mértékbe az agyamba.
hogy tudjak én bizonságot tenni nektek, magamnak és nektek is, hogy mit mutatott ő nekem. Tehát az álom az a lélekben van. A legtöbb ember, amikor álmodik, a zombik már nem álmodnak, mondjuk. Tehát akik már teljesen el vannak távolva Istentől, akiknek a lelke kezdi átlépni a menthetetlenség küszöbét, azok már nem álmodnak. Nincs amit álmodjanak, mert már nincs amit megmenteni. Tehát az álom az a lélekben történik. Az, most, amikor álmodsz, akkor te nem tudod, hogy álmodsz. Éjszaka nem tudod, hogy álmodsz. Nincs neked tudomásod arról, hogy te álmodsz éjszaka. Egészen pontosan azt teljesen valóságnak éled meg, mint az, hogy felkelsz és fogad mosol meg, megeszel egy tojásántottát például. Épp olyan valóságos az álom is. Tehát így jogos a kérdés, teljesen jogos a kérdés, hogy és akkor honnét tudod, hogy az az álom és nem ez? Honnét tudod? Egyszerű kérdés. Hogyha az álmot is épp olyan valóságosnak éled meg, mint ezt a nappali valóságot, akkor honnét tudod, hogy az az álom és nem ez? Mi van, hogyha neked azt mondom éppen most, hogy ez az álom és nem az? Ez az álom és nem az? Jaj, de ez nem biblikus. Én egy keresztény ugye agyon el a Bibliájával, hogy ez nem biblikus, de hogy is ne? Le van írva, Ádám elaludt. Isten eladotta az Ádámot. Ugye, miért? A kettőség miatt, a kétség miatt. Ádámnak a fejében megfogalmazódott az, hogy neki társ kell, segítő társ kell. Addig egységben volt Istennel, azt mondja, nekem segítő társ kell. Én is Isten akarok lenni. Én is uralkodni akarok a társam fölött. Na onnét már viszont látásra. Ádám álomban van, és úgy igazából az egész emberiség az Ádámnak az álmát alussza. És akkor éjszakánként, akiket Isten kiválaszt magának, betekintést nyernek az ő országába. Parányi betekintést. Isten, hogyha nekem megengedné, hogy akár álomban is lássam a mennyek országát olyannak, amilyen, hát én nem kívánnék ide visszajönni, tehát felkelnék gyorsan felkötni, felakasztanám magamat. Nem akarnék ide visszajönni, tehát mi a túrót keresek itten emberek? Nincs nekem semmi keresni, itt a Földön nekem semmi keresni való nincs. Amiután engemet Isten Krisztus megváltott, nekem a Földön, az ég adta világon semmi keresni való nincs. Ebben az elbukott rohadék világban, amiben éltem mostanig, nekem semmi keresni való nincs. De mégis van. Azért, mert itt vagyok, mint bizonságtevő, ő is végig szenvedte a hitetlenséget, a nyakas zsidók, a büdös zsidók, a büdös magyarok, a büdös székelyek hitetlenségét végig szenvedte Jézus is. Csak azt mondja, hogy legyünk türelemmel, legyünk egy darabig mi is bizonságtevők. A hitünk próbáltasson meg. Mondjuk el azt, amit látunk. Tolmácsoljunk Isten és ember között. Mondjuk el, tegyünk bizonságot a mennyek országáról, hogy hát, ha még néhány ember fel fog ébredni. Mert nem csak az amerikai emberek voltak zombik és biorobotok, hanem még a Bodó Attila is. Érthető, amit mondok? Még a Bodó Attila is volt biorobot üzemmódban. Tudom, hogy milyen biorobotként jönni, menni előre-hátra, mint egy ilyen kis elemes kínai kocsi, tájirányítós kocsi, előre-hátra, balra-jobbra, ki a WC-re, ki be a konyhába. Ezt csinálja az ember. És ezt úgy nevezi, hogy élet. Tehát az Úristen megengedi, hogy mi is itt a Földön legyünk, létezzünk egy darabig, és közben tolmácsoljuk az ő szavát, hogy hátha nem kell minden ember elveszem. Hátha még van, aki megmenekül, és ezt mutatja mindenható Isten, ezt mutatta barátomnak is, hogy mindaddig, amíg van, aki felmenjen a toronyba, a Bábel toronyba, ugye, Gyergyói Bábel toronyba például, és onnét lehozzon egy zöld ágat, ami azt jelenti, hogy a Bábel tornyába a rendszer, amit létrehoztunk mi, az emberek bele vannak gyúrva, mint massza. A Bábel torony ebből él, az embereknek a lelkéből él. De amíg mi felmegyünk a toronyba, a bizonságtevők, abba a hazug magasságba, hazug magaslatra, és felmenjünk az internetre is, és ott bizonságot teszünk, és egy vagy két ember meghallja mi bizonságot, és lehozzuk a toronyból, kihozzuk őt abból a hamis magasságból, hogy a lelke megmeneküljön, na addig fogunk itten létezni, addig még lesz élet a Földön. Tehát Isten elmondja egyértelműen, hogy élet a Földön, Magyarországon az ő bizonságtevői miatt van. Csak értük van élet a Földön. Mert amikor a bizonságtevők abbaadják a bizonságaikat, akkor elkezdődik a zombi apokalipszis. Az emberek, a kanális emberek egymást elkezdik rágni.
nem csak lelkileg, hanem testileg is egymást megzabálják. Bezár a Kaufland meg a Tesco, azzal kezdődik a zombi apokalipszis. Úgyhogy te, aki ezt hallod és bizonságtevő vagy, netán feltámadtál te is, megkaptad a bűneid bocsánatát és új ember lehetsz, akkor ne társd a szállat, mint a borjú az új kapu előtt, hanem tegyél bizonságot. Tegyél bizonságot embertársaidnak, és kívánt, hogy Isten használjon téged ott, ahol te vagy, a te helyeden, hogy elmondja általad is más embereknek, hogy hogyan támadhatnak fel ebből a zombi üzemmódból, biorobot üzemmódból, mert gyergyószemmikrós tele van mosolygó, udvarias és illedelmes zombikkal, biorobotokkal, akiknek a lelkük már teljesen el van torzulva. Mi nem gondolnánk, én sem gondoltam volna, hogy Gyergyószent Miklóson, Székelyföldön, Magyarországon nagyon sok embernek a lelke már el van kárhozva. Miért nem gondoltam volna? Azt én, mert jól öltözettek. Olyan jó a parfümjük, olyan szépen mosolyognak, olyan divatosak, s nyáron ilyen lenge ruhában mennek is, tisztálják a seggüket. Tehát senki nem gondolna, hogy el vannak kárhozva. Hogy a lelkük teljesen el van torzulva, el van deformálódva, teljesen anyagiassá van válva. A nők a seggükkel azonosulnak, a csöcseikkel azonosulnak, a férfik pedig a péniszükkel azonosulnak. Ilyen világban élünk. Ilyen világban élünk itt Gyergyóban, meg Magyar Budapesten. Én sem hittem. Én azt hittem, hogy jaj, miután meghalunk, aztán majd valaki el fog kározni, meg utána aztán majd máskor meg máshol mennek. Nem így van, emberek, nem így van. Jézus azt mondja, hogy már most ítélet alatt vagyunk, most kárhozatban vagyunk, akik nem hisznek az ő nevében, az ő szavának. Tehát van, aki már annyira immunis az igazságra, hogy egyszerűen, ha Jézust hallja, akkor fut neki a falnak. Szinte könyörögve kér, hogy jaj, te kérlek bármiről, csak Jézusról ne, bármiről, csak Istenről ne, bármiről. Olyan jó vagy te így, amíg ilyen fölösleges dolgokkal foglalkozunk, mint mit tudom én, bármi, amit az ember csinál, nagyon sok fontos és hasznos dolog. Olyan jó vagy neki, gyere, igyünk meg egy sört, gyere, beszéljünk, gyere, na, elmondom, hogy mit csináltunk az asszonnyal, és akkor mit vettünk, mit adtunk el, amíg ilyen dolgokról van szó, haver vagy János, haver vagy János. Amikor előkerül az igazság, a két élő éles kart, mintha befostál volna, s büdös lennél, menekülnek tőled, na hát akkor az emberek el vannak-e kárhozva, vagy nincsenek elkárhozva. Rengetegen el vannak kárhozva Gyergyóban is. De nem látszik, mert kívülről pont olyanok, mint ahogy a standard úgy szépen meg van szerkesztve, hogy milyen kell legyen az Európai Uniós polgár. Ezért beszélek, ezért beszélhetünk többen is, amíg Isten adja azt a kegyelmet, amíg felkelek, na de azért ettől függetlenül el kell mondjam, hogy igen, tehát számomra az, hogy egészséges vagyok, meg idősen vagyok, fiatalabb verzió vagyok, mondjam azt, 40 akárhány éves testem. Nekem ez kár és szemét, emberek. Amit az emberek harcolnak, hogy jaj, egy kicsi egészség, még egy kicsit zombi akarok lenni. Hát nem volt elég egészséget, mit kezdtél vele? Zombivá tetted magadat. Hát annyit kezdtél az egészséggel, hogy zombivá tetted magadat. Nem, az egészség neked nem használt. Minek kell neked egészség? Mit akarsz kezdeni az egészségeddel? Mondd el! Kérlek szépen, sorolj fel néhány pontba, hogy mi a kicsi egészség minek kell. Miért veszed be azt a szélritmus szabályzó tablettát, meg bármilyen tablettát, miért veszed be? Mit akarsz kezdeni kicsi egészség? Enni, inni, szarni és baszni? Erre kell az egészsége? Hát de mostanig ezt csináltad. Hát már az már ki van próbálva, le van tesztelve egymilliószor. Valami mást akarsz-e csinálni? Semmit. Mit akarsz kezdeni az egészséggel? Látjátok, hogy milyen kérdések, milyen kellemetlen és kényelmetlen kérdések, és nem tudod megcáfolni. Kell szembesülni azzal, hogy tényleg zombi vagy. Tényleg biorobot vagy. És igen, hallom én is, azt gondolja valaki, én is azt gondolnám, hogy jaj, hogy másik milyen nagyképű, milyen flegmas, mit tudom. Nem, emberek, nem erről van szó. Nem, egyáltalán. Nem a nagyképűség egyáltalán, hanem a féltés. A féltés, emberek, hogy el vagyunk, két lábon járó, elkárhozott székely zombik vagyunk. Székely zombik. Székely zászló lobogóval, a csíksonyú és szűzomátja lábainálltan. Megpedőlük a bajszunkat, hogy milyen,
milyen nagy szigeik vagyunk. De el vagyunk áraz emberek. Nem tudjuk, hogy miért élünk. Nem tudjuk, hogy az élet miből, honnét jött és merre tart. Mi dolgunk az életben. Nem tudunk jóformán semmit, de már nem is érdekel. Már nem is érdekel. Bevegyünk a templomba, ott eltorzítjuk az arcunkat, hogy jaj, most már annyira meghatódtunk. Most Isten most annyira itt van, hogy egyszerűen nem férünk el tőle a templomba. És akkor most akkor összekulcsoljuk a kezünket, és akkor megjátszjuk azt, hogy úgy megbántunk mindent, úgy szeretünk mi mindenkit. Egészen a mise végéig. Kicsi mise, nagy mise, nem történik semmi se. Egészen pontos valami történik, az emberek tömegesével mennek a kározatba. Ez történik a miséken. És nem vesszük észre emberek. Vannak itten Székelyföldön, vannak katolikus zombik, vannak buddhista zombik, vannak udvarias, illentudó zombik, mindenfajta van, mindenfajta. Amilyen sablon van a piacon, a hollywoodi piacon, a vatikáni piacon, olyan fajta, olyan típusú zombi minden van, az összes fajtából van, egy-egy példány, egy-egy millió példány, ha úgy tetszik. És valaki, ha ezt hallja, lehet, hogy azt ugye megkísért az agy, hogy hát biztos én bolondultam meg, vagy hogy nem így van, nem éppen így van, nem azért jó emberek vagyunk. Persze, persze. Lehet, hogy meg Bodó Attila is jó ember volt, addig, amíg Isten meg nem mutatta, hogy mi van az ő szívében. Addig én is jó ember voltam. Két lábon járó, jó zombi voltam. Biorobot, parázna, perverz biorobot voltam. Na, ugye, hogy mekkora botrány az, hogy valaki azt mondja, hogy amit éltünk mostanig, ugye, és azt mondják az emberek, az egészség. Tehát a legtöbb ember unatkozik, a legtöbb ember halálra unja magát. Itt Gyergyóban, itt Székelyföldön, a legtöbb ember halálra unja magát. Unja magát, unja a feleségét, unja a férjét. Már meg is csalta, már nem is tudom hányszor megcsalta, de azt is unja, megunt mindent. A barátok egymást unják, nincsen miről beszélnek, csak arról, hogy Messi milyen messziről lőtte be a gólt, vagy milyen messziről lőtt a kapu mellé. Nincs, amiről beszélnek. Nincs már, de ki van ürülve a lelkük olyan, mint hogyha a lelkük helyett nincsen mások egy ilyen gázpalack, amiben valamilyen büdös gáz van ottan, amiben már élet nem tud létezni. És nem tudja az ember felfogni, nekem is ez felfoghatatlan, hogy miért mondom azt, hogy kár és szemét. Az, hogy egészséges vagyok még, az is kár és szemét. Az, hogy látok a földi szemeimmel, kár és szemét. Miért? Azért, mert az, amit jónak gondolok én, egészségnek gondolok én, az nekem a hátrányomra van. Az arra jó, tehát hogyha az én testem egészséges, az arra jó, hogy elhitesse velem, hogy hát mégiscsak jaj, de jó, hogy felkeltem, visszajöttem ebbe a zombi világba, olyan jó nekem most itt, ugyanazt csinálhatom, amit ennyi gyorszor már megcsináltam korábban. Ú, de jó, hip-hip, hurrá. Érthető emberek? Tehát az egészség kár, mert megkísérti az embert, hogy jaj, hát mégiscsak itt van a mennyekországa. Oké, beszélünk Istenről, de azért biztos, ami biztos alapon, itt van a mennyekországa, eszünk, iszunk, szarunk és baszunk. Mint a nyúlak. Tehát a földi érzékek, mert az ember azért hálás, az ő földi érzékeiért, azért hálás, azért, hogy a testét tudja kényeztetni, tud neki vásárolni műanyagot, meg tud neki vásárolni kolbászt, meg ilyen biokolbászt a társakboltjából. Ezt nevezi az ember szabadságnak. Tehát hogy rabja az ő testének, mert álomban mégsem vagy. Tehát figyelj meg, hogy hányan álmot kaptál mostanig, hogy benne voltál, tapasztaltál, szabad voltál, még repültél is, de nem voltál rabja a testednek. Nem voltál rabja a testednek. Tehát éltél, léteztél, és nem tudtad, hogy te álmodsz, mert olyan valóságos volt számodra, mint ez a valóság, még annál is valóságosabb. De nem voltál rabja a testednek, nem volt olyan, hogy jó, elfogyott a budipapír, mi lesz? Nem volt ilyen problémát, így van-e? Tehát szabad voltál, mert az az ember, aki nem rabja az ő testének, a bűn testének, az szabad. És álomban nem vagyunk rabjai a bűn testének emberek, és a mennyek országában, hogyha megérjük, és Isten kegyelmes lesz hozzánk, és kivesz ebből a rohadék világból, amit mi összeraktunk ebből a Bábelből, a gyergyói Bábelből, kivesz minket. Ott sem lesz
testtudat, nem lesz ilyen testkorlát, nem lesznek ilyen testi szükségletek. Csak maga a tapasztalás lesz, a jónak, a szépnek a tapasztalása lesz. Nem kell én a költökömet nézzem, hogy jaj, milyen érdekes bemélyedés, vagy két dudorodás, vagy bármi. Nem kell ilyenekkel foglalkozzak. Hát nem szabad az olyan ember, aki nem rabja az ő testének. Na hát álomban ezt az ember megtapasztalja, hogy nem rabja az ő testének. Pontosan, mint gyermekkorunkban ezt tapasztaltuk. Egy darabig tapasztaltam én is, nem tudtam gyermekkoromban, hogy szép fiú kell lenni, meg hogy mennyire kell álljon a nemi szervem, meg milyen hosszú kell legyen. Nem voltak ilyen fogalmaim nekem, nem aggódtam amiatt, hogy én mit veszek fel, meg mit teszek le magamról, meg mit teszek meg. Nem voltak ilyen problémáim. A múltkor még minap beszéltem a kedves barátommal, és elmondja, hogy a fia nem szeret mosakodni. És amúgy ugye pont erről csináltam a felvételt, egy felvételt. A mosakodástól, a beteges, kóros mosakodástól. És a fia nem szeret mosakodni. Utálja a mosakodást. És azt mondja, hogy te érdekes módon valóban nem szeret sem zuhanyozni, sem mosakodni, de nem is büdös, azt mondja, illatos. Nem sprézi magát, semmi. Ugye hát még gyermek. Na, amikor a tesztoszteron kezd beindulni, na, akkor lássál te bűzt. Akkor úgy fog menni mosakodni, mint a porosság gyümölc. Úgy fogja sprézni magát, mint egy mint hogyha ledeket sprézne. Akkor vége a gyermekkornak. És azt mondja a szülő, hogy jaj, hát milyen rossz gyermeke van, mert nem akar mosakodni. Hát, de nem vesz észre, hogy ő nem is büdös. Te vagy büdös. A gyermek nem büdös. A paráznaság, a rothadó lélek bűzlik ki belőled, és azt ugye az ember hiába sikálja szappannal, meg Niveával, meg Old Spice-szal, meg mindennel, nem ér semmit jóformán. Néhány perc eltelik, már megint büdös vagy. Miért? Azért, mert a lelkednek a bűze áramlik ki a testeden keresztül. Ezért. A gyermek pedig nem büdös. 12 éves gyermek nem büdös. Miért? Azért, mert nem fogott neki még maszturbálni. Nem ment bele az őrültségbe, a bolondságba, a marhaságba. Még gyermek tud lenni, és nem büdös. Na de, hát fel kell nőni, fel kell, legyél te is egy rohadék, mint én, amilyen vagyok. Mondja a szülő a gyermeknek. Kemény szavak, csak aki nem bírja, kapcsolja ki, nem tudok más mondani. Annyi izé van, ilyen jó vallásos videó, kapcsoljátok be, és ott olvassátok addig, amíg belealusztok. Nem tudok más mondani tényleg. Ha valakit zavarnak ezek a kemény szavak, kapcsoljátok be. Annyi szép, olyan nagy dicsőítések, meg minden, zombik dicsőítik Istent. Hogy meg Istent, vagy másik kérdés. Nem tudom azt sem megköszönni mindenható Istennek, hogy nem engedte meg, hogy beálljak valamilyen vallásba. Sosem tudom, tehát nem lehet megköszönni emberek. Azt, amit kaphattam Istentől, nem érdemeltem meg, nem vagyok jobb, mint bárki más. Nem tudnám sosem megköszönni azt, hogy az Úristen nem engedte meg, hogy beálljak valamilyen szektába, valamilyen gyülekezetbe, valamilyen vallásba, mert hogyha meg is látnám ezeket a dolgokat, nem merném kimondani, hát ezért a pászor leharapná a fejemet, és kitolná másnap reggelre. Hát nem lehet ilyet mondani. Ha látod is az igazságot, nem, dicsőség, hát beszélj szépen, ékesem szóljál, mert másképp agyvédést kap a mámi hátsósorban. És mivel, hogy a gyülekezetekben csak szépen lehet beszélni, és templomokban csak szépen lehet beszélni, az emberek szépen beszélnek a kárhozatról. A hiába az Úr megáldott, és már megint vettünk egy újabb kocsit, egy újabb apartamentet, és nem veszik észre, hogy a sátánt imádják. Mert a sátán áldja meg őket folyton azzal, hogy folyton építik a hiába valóságot. Ráfogják Istenre, a mindenható Istenre. Aki megpróbál őket szabadítani a börtöntől, amiben vannak, amiben egész életükben voltak, attól a rohadék börtöntő, amiben a lelkük elkárhozott, mosolygó zombivá vált, mosolygó biorobottá vált, ettől próbál Isten megszabadítani, majd jön a pásztor a kövér seggével, és megmagyarázza azt, hogy hát az Úr megáldott téged, hát úgy újabb apartamentet vásároltál, befektetted, kifektetted, biztosítás, minden, feleséged is már jobban néz ki, jó a smink, szépen meg van festve a haja, meg minden, és a pásztor visszamagyarázza nekik azt, hogy igazából az, ami rossz, az valójában áldás. Nem emberek, nem áldás. Áldás az volt, amikor Richard Wurmannék a börtönben voltak, meg voltak verve, és a test tudatuk úgymond ki volt verve belőlük. A
az áldás az, aki szegény, boldogok a szegények. Hirtelen el van felejtve Jézusnak az összes szava, egy összes kijelentése, mert nem azt mondja, hogy boldogok a gazdagok, mert újabb apartament, újabb kocsiuk van, meg azt esznek és azt szarnak ki, amit akarnak. Nem azt mondja, boldogok a szegények, akik éhezik az igazságot, boldogok a lelki szegények, az egyszerűek, na ők a boldogok. És hova vissza a mai vallásosság? Hát oda, hogy Isten nevében megmagyarázzuk azt, ami amúgy kár és szemét, ami az embert zombi üzemmódban tartja. Ilyen fétis, úgy hívják, hogy fétis, amikor az ember a szarát bálványozza. Lefényképezi a cseresznyét 666 oldalról, hogy milyen szép cseresznye van neki is. Rárakja a tányér közepébe, és kirakja a Facebookra, hogy milyen szép cseresznye, és ottan körbeadtan csokoládé szósszal beizéli, hogy na látjátok, hogy milyen szép. Igaz, hogy a lelkem már nincsen, zombi vagyok, de a cseresznye az nagyon jól fest azon a fehér tányéron. Nem tudom megköszönni sosem az élő Istennek, hogy nem engedte, hogy be, vagyis volt, mert az elején én is elkezdtem ottan vakarózni, hogy azt, hogy benéztem a dolgokat. A nevemet kihúzattam a katolikusok nagykönyvéből, és akkor most kiderül az, hogy mégiscsak náluk van az igazság. Mert az elején az, amikor elkezdtem olvasni az evangéliumot, és láttam, hogy igaz, azt hittem, hogy akkor tévedtem, mert akkor mégis ott van az igazság, hát ők Jézusról beszélnek. Igen, ám, de Jézus hűséges volt, mert továbbra is mutatta, hogy mi van ott, mi van a vallásban, a katolikus templomokban, és a gyülekezetekben, és mi az ő szava. És láttam hatalmas különbséget. Nincsenek szavak. Az ég és a föld teremtőjének, az Úr Jézus Krisztusnak nem tudnám sehogy sem megköszönni azt, hogy nem engedte, hogy egy vallás felzabáljon és kiszarjon engemet. Nem engedte meg, és így vannak ilyen látásaim, mert el sem tudnám mondani. Tehát, hogyha valakinek ilyen látásai vannak a katolikus templomból, vagy a gyülekezetből, az egyenesen a pszichiátriára kell kerüljön, mert azt mondja a pásztor, hogy hát az ördög annyira megszállta, hogy már itt össze imakomandóztunk mindent, de sehol semmi. Úgyhogy mehet a pszichiátriára. Hát, ezek vannak. Valaki fel tudta fogni, hogy miért mondom azt, miért beszélek ilyen durván, ilyen kemény szavakkal arról, hogy az, amit az emberek értéknek hisznek, hogy jaj, ők egészségesek, jaj, hála Istennek, egy kicsi egészség, amíg van, addig továbbra is zombik lehetünk, bevehetjük minden nap azt a vérnyomás csökkentőt, meg az altatót, hogy éjszaka ne legyenek rémálmaink, hogy teljesen zombi módon legyünk éjszaka is, hogy Isten még akkor sem, még véletlenül sem tudjon szembesíteni azzal, hogy a lelkünk a pokol tüzének a peremén van. Tehát amit mi hasznosnak és értékesnek gondolunk, az pont, hogy nem hasznos és nem értékes. Boldogok a betegek, boldogok a nyomorultak, boldogok a bénák, boldogok a vakok, boldogok a sánták, boldogok az elhagyottak. Miért? Azért, mert ők nem veszik be ezt a hatalmas bullshit-et, hogy ez az élet, amit mi annak nevezünk. Ez a hungarocelles, beburkolt tömbház, na ez az élet. Ők ezt már nem hiszik el, ők nagyon boldogok. De aki ebben még mindig hinni tud, azok az emberek már kísértetiesen közel vannak a gyehenna tüzéhez. Úgyhogy nem mondhatnám azt, azért annyira bátor nem vagyok, nem mondhatnám azt, hogy azért vágyok arra, hogy akkor most akkor egyik lábam leszakadjon, és a másik egyik szemem kifoljon, meg ilyenek. Nem mondom, hogy vágyom erre, de az biztos, hogy oké, reggel kinyitottam a szememet, de mondom, hogy ha kinyitom a szememet, akkor már látni fogok valami rothadót, valami anyagot fogok látni, ami eltereli a figyelmemet arról, amit éjszaka Isten nekem mutatott lélekben. Mert minden, amit az én testem tapasztal, főképp ebben a brutális, eltorzult Szodoma és Gomora világában, ott, ahol ilyen sok fölösleges impulzus éri az embert, mert 2000 éve ezelőtt az emberek zsákruhába mentek, jöttek, mentek és sokat nem ettek, de most a 1 millió, 1 milliárd dolog naponta elszaggatja a figyelmet, elfordítja Istenről. És mi azt mondjuk, hogy jaj, hála Istennek, hogy jaj, vettem egy új telefon, meg hála Istennek, hogy ki van cserélve a párnahúzat, meg hála Istennek, felporszívoztunk, meg hála Istennek, meg van takarítva az ablak, meg minden. És közben ezek mind elvonták a figyelmet az élő Isten jelenlétéről, és benne tartottak a rothadás tudatban,
a kárhozat tudatban. Na erről szóltak emberek. Van-e, aki ezt megértse? Ha nincs, aki megértse, akkor én fölöslegesen beszéltem mostanig. Lábbis magamért mindenképp jó volt, mert segít abban, hogy nehogy a mai napon meglegyek kísért, vagy jaj, hát azért nem ilyen szép ez a fiatal hölgy, éppen férje sincsen, és akkor milyen jóna megnősülni, vagy valami nagyon szép dolgot összehozni, amivel a lelkemet visszataszíthatnám a kárzatban. Szeretném hangsúlyozni, hogy akik benne vannak a mókuskerékben, én nem ellenük beszélek, hanem értük. Akármilyen mókuskerékben benne lennél, vallásos, gyülekezetesdi mókuskerékben, biotermesztés mókuskerékben, vagy bármiben, a földiek, a teremtett dolgoknak a bálványozásában, bármilyen módon, hogyha benne vagy, nem ellened beszélek, hanem érted beszélek, hogy hát ha mernél szembesülni azzal, hogy amit te értékesnek és hasznosnak láttál mostanig, az mind a te lelked ellensége, a te meglopja a szabadságodat, ellopja a te szabadságodat, aminek örvendesz, amivel dicsekedtél mostanig, azok ellopják a szabadságodat. Felolvasnám, mit mond Jézus. Akkor, amikor siatják, a sirató asszonyok mennek utána, mint valami varjak, fekete varjak, mennek, és ott a nyafognak mögötte, hogy jaj, hát keresztre fognak feszíteni, persze, aztán ezt már atyával mi ezt már lerendeztük, ezt mi megbeszéltük az atyával. Rajtam sírjatok. Lukács evangéliuma 23. rész, 28. bekezdés. Követé pedig őt a népnek és az asszonyoknak nagy sokasága, akik gyászolák és sirataják őt. Jézus pedig hozzájuk fordulván mondta: Székelyföld leányai és fiai, gyergyóiak, s alfalviak, s csíkiak, s szentgyörgyiek, s kovásznaiak, s gazdag és híres emberek, és jól lakottak és egészségesek. Ne sírjatok én rajtam, hanem ti magatokon sírjatok, és a ti magzataitokon sírjatok, mert imé jönnek napok, melyeken ezt mondják, boldogok a meddők, és amely méhek nem szültek, és az emlők, melyek nem szoptattak. Akkor kezdik mondani a hegyeknek, hogy essetek mireánk, és a halmoknak borítsatok el minket, mert ha a zöldelő fán ezt mivelik, mi esik a száraz fán, hogyha Jézus valaki szent volt és szent, hogyha vele ezt tették, a zombik, a biorobotok ezt tették Jézussal, aki zöldellő volt, akiben élet volt, és az élet világossága benne volt, ha őt meg kellett öljék, hogyha ekkora ítéletet kapott ő itt a földön, mi fog történni a száraz fákkal, a biorobotokkal, akiknek nincsen lelkük, automatára van állítva minden. Automatán veszik fel a telefont, automatán hívják fel a másikot, automatán mondják, hogy szia, hogy vagy, automatán válaszolják azt, hogy kösz, nagyon jól, hál' Istennek, nagyon jól, automatán esznek, automatán szarnak, automatán basznak. Teljesen automatára vannak állítva. Na velük mi lesz? Akik teljesen kivannak már száradva, már nem a lélek mozgatja, hanem az automatizer si calculatore. Tehát automatizálások és számítógépek. Na ilyenek lettünk mi emberek. Na velük mi lesz? Hogyha Jézust, aki élő volt, és aki jót tett, és akit Istennek a lelke mozgatott, ő zöldellő volt benne élet. Hogyha vele ez történt, na mi fog történni a gyergyószentlósi zombikkal, biorobotokkal, akiknek nincsen lelkük? Felkelnek, na újabb nap, menjünk szarni, utána megiszom a kávémat, utána meg elvégzem azt a nagyon fontos, fölösleges dolgot, amit szoktam csinálni, eddig is már ezerszer elvégeztem. Na velük mi lesz? Kovász nagyjasan mondta most, amit velik, azt mondtam, hogy velik. Kovász nagy mondják, hogy velik. Velük mi lesz? Akik zombik emberek, azokkal mi lesz? Hogyha Jézust Isten megengedte, hogy így megverjék, és ma is az ő gyermekeit, néhol igen, megengedi Isten, hogy az ő gyermekei szenvedjenek. És elmondtam, hogy miért engedi meg Isten az ő gyermekeinek, hogy szenvedjenek. Egyik tolószékben van, a másik kancsal, a harmadiknak nincsen egyik lába, hiányzik egyik lába. Miért engedi meg, hogy szenvedjenek? Azért, hogy ne azonosuljanak újból a testtel,
Miért nem engedi meg, hogy meggyógyuljanak? Azért, mert ha meggyógyulna Istennek a gyermeke, úgy menne vissza a zombik közé, mint a porosseggű malac, menne vissza a karnalitásba. Senki nem menekülne meg. Mert ezért engedi meg Isten. Azt mondja Jézus, hogy inkább veszene a te tested tagjai közül egy, mint hogy éptessel a gyehenna tüzére vettes. Mert jobb bemenni az életre csonkán. Mert úgysem a test a lényeg. Hát mi akarunk gyógyulni, hogy tovább éljünk testi üzemmódban, mint a disznók és a kutyák, és mint a robotok. Na ez itt mondja az ember, hogy hála jó Istennek, jól vagyunk, hát egészségileg jól vagyunk, és kicsi egészség, és kicsi egészség balra, meg jobbra, és kicsi egészséggel szépen menjünk a pokolba. Na, tessék. És akkor jönnek a keresztények, hogy hű, hát ez nem biblikus, hú, milyen csúnyán beszél, hű, így, hű, úgy. És akkor azt mondom, oké, akkor egyezünk meg, akkor nem vagyok keresztény. Egyezünk meg, tehát te keresztény vagy, menj a dolgodra, menj a templomba, a gyülekezetbe, tapsulj addig, amíg fokhagymaszaga lesz. Csináld azt! Akkor barátkozzál meg, hogy én nem vagyok keresztény. Én az ördögnek a fia vagyok, ugye, mint Jézus, mert őt is annak nevezték az ördög fiának, mert túl kemények a szava is. Nem úgy beszélt, mint a zsidó kántorok, vagy a zsidó főpapok, hanem teljesen másképp beszélt. Kemény szembesítő szavak voltak, az embereket kellett szembesítse azzal, hogy biorobot üzemmódban vannak, és el fog kározni a lelkük. És úgy adta azt ő az embereknek, ahogy neki adta az atya, nem megszokott módon, mert kivert az összes biztosítékot a zsidóknál, a zsinagógában, a templomban, és mindenhol. Ott a biztosítékok el voltak szállva. Boldogok, akik sírnak, nem akik vigyorognak. Boldogok a szegények, nem a gazdagok. Képmutató viperák fajzatai, ti vallásos képmutató szarházi emberek, akik azt, folyton azt kerestek, hogy robotot csináljátok magatokból és az embertársaitokból. A gyehenna tüzébe fogtok égni. Na. Aztán Pál apostolunk az esze hol volt, amikor szerintem őt is elkapta egy ilyen romantikus hullám, amikor megírta úgymond a szeretet himnuszát, és azt mondja, hogy a szeretet nem rója fel a gonoszt. Hát akkor miről beszélsz, Pali bácsi? Én amúgy szeretem, elnézést kérek, tehát nehogy valaki meg, hogy én szeretem, tehát olyan kemény kérdések jöttek Pál apostol által, hogy le a kalappa. Csak az ember nem képes észrevenni, mert elfogultak vagyunk, nem veszük észre, hogy Pali bácsi is néha meg volt keményen kísértve ottan, elkapták ilyen romantikus érzelmek, és akkor írt ilyeneket, hogy a szeret nem rója fel a gonoszt. Nem rója fel a gonoszt? És akkor a viperák fajzatai, meg az, hogy mérges kígyók fajzatai, meg meszelt sírok, meg ezek, akkor ez nem a szeretetből jött, ez az ördög, tehát Jézus akkor az ördögtől szólt. Akkor vajon most ugye meg lehet kérdezni akár Pál apostolt is, hogy rendben Pál apostol, hogyha már ilyen feltétel nélkül szeretünk mindenkit, mert a szeretet nem rója fel a gonoszt, és nem mondja el, hogy gyergyóiak, a zombi üzemmódban vagyunk, és a lelkünk, ha a kocsi elütés hirtelen meg kell halljál, a lelked el fog kárhozni. De felrója a gonoszt. És jaj neked, Kapernaum, és jaj neked, mit tudom én, Jeruzsálem, kárhoztatta, felrótta a gonoszt emberek, felrótta, hogy itt voltam, és itt történt a sok csoda, meg minden, és titeket nem érdekel, mentek a tűzbe, a kázat útján. De felrótta a gonoszt emberek, felrótta Jézus a gonoszt, és persze ezt nem testi módon tette, most lehet, hogy én nagyon testi módon, fogalmam sincs, az Istennek az elbírálója, hogy én mennyire testi módon beszélek mostan. Az, hogy ő felrótta a gonoszt, az, hogy ő felrótta, az, hogy csodák történtek Székelyföldön, itt Gyergyóban, senkit nem érdekel, még jóformán azokat sem érdekli, akikkel történt. Gyergyó Szent Miklós, kiment meg téged. Kiment meg, amikor te lejött hozzád az élő Istennek a fia, és nagy szabadítással meggyógyított, és te visszamentél a rothadásba, visszamentél a mókuskerékbe, a biorobot üzemmódba, kiment meg téged. Nem rója fel a gonoszt, a szeretet? Azt hiszem, hogy valamit erősére értelmeztünk, emberek. Erre jó az érzelgőség, a vallásos, szűzanyas érzelgőség, na erre jó, hogy jó szépen félreértelmezzünk, kiforgassuk Istennek a szavait. Erre jó az. Na, és akkor ezt, hogy megbeszéltük, hogy mekkora kár még. Hát mit ír az ember az egészséggel? Na, oké, most mindenki minek örvend? Annak, hogy az embernek, hogyha szép, gazdag és egészséges. Ez a három. Ez kell egy egészséges disznónak, hogy jól tudjon szaporodni, jól tudjon dugni. Ez kell az embernek, a mai embernek, a mai modern embernek. Legyen szép, egészséges és gazdag.
tudjon vásárolni műanyagot, és tudjon vásárolni a székelyfalatból, mert neki az olcsóbb hús már nem kóser, ugye, mert azzal megmérgezi az étel. Fogalmam sincs. Apropó biogazdálkodás, el szeretném mondani, amit az Isten mutat a biogazdálkodásról. A biogazdák jobban meg vannak kötözve a testiséggel, mint az egyszerű nyomorultak. Akik azt teszik meg, ami van. Érthető? Tehát akik ilyen bálványt csináltak a szarukból, hogy jaj, hát de az a finom házi spenót, meg az a házi retek, meg az a házi uborka, még meddig ember? Még meddig akarsz te éden csinálni édenen kívül? Meg vagy teljesen zsibbadva, meg vagy zakkanva teljes mértékben. Mit beszélsz te Istenről? Hagyd abba, fogd be, ne beszélj, hagyd abba, ne beszélj Istenről. Ha te annyira aggódsz a szarod miatt, hogy biót fogsz-e szarni, vagy pedig ökót, vagy mit tudom én, műanyagot, nem mindegy neked. Az árnyék szébe kerül. Foglalkoznál inkább a lelkeddel. És ne azzal, hogy Istennek a szavából ezért csinálsz biokertészetet. Úgyhogy én bizonságot teszek az ég és a föld teremtő előtt, mindenki előtt, aki hallja ezt a felvételt, hogy azok, akik még mindig abban mesterkednek, hogy akkor jaj, ők most olyan finom és egészséges és mű és házi kaját fognak kajálni, hogy fú, attól aztán majd 500 évet élnek. Ezek az emberek nagyon meg vannak kötözve. A nyomorult, szerencsétlen koldusok ottan a Western City Center környékén, ottan a metro aluljárónál, na ők közel vannak Istenhez. A kurvák, a latrok, akik a szart is megeszik, hogyha nincsen más. Azok a börtönben, az rabok, azok közel vannak Istenhez. De ezek a biogazdák, akik a szarukért élnek még mindig, de Istennel megmagyarázzák azt. Hát én nem is tudom, mit mondjak. Na, senkit nem akarok megsérteni. Elismerem, persze, a bioparadicsom az finomabb, mint a bolti paradicsom. El van ismerve, ezt akartad, el van ismerve. De ez ugyanolyan pontosan, mint az illatos cigivel, hogy nem veszik észre a magyarországiak, hogy a legnépszerűbb illatos ciginek pontosan fing szagja van. A legtöbb magyarországi, aki az elektromos cigit szívja, a száján fingik. És nem veszi észre, mert megszokta. Hozzá van szokva, hogy a száján fingik. Száján keresztül fingik. És mit mondott Kornélia? Azt mondta az illatos cigéről, az illatomos cigéről, hogy az Úristen keményen figyelmeztette, hát szinte belehalt az illatomos cigibe, és másik az, hogy az Úristen figyelmeztette, hogy ügyelj te, mit csinálsz. Mert a büdös, hagyományos cigivel ott legalább szembesülsz, hogy milyen nyomorult vagy, és nem fogsz felfúvalkodni, és nem fogod azt hinni, hogy te már a mennyországban vagy. De az illatos finkszagú cigivel, cigiddel meg azt fogod hinni, hogy hát te már a mennyben vagy. Hát már a cigi is illatos, már a szarod is az is illatos, mert már arra is van lehetőség, hogy azt is beparfümözni. Úgyhogy minden rendben van. Hát miért beszélünk mi Isten országáról? Boldogok a nyomorultak, a bénák, a sánták, a betegek, a haldoklók, na ők a boldogok, mert ők már talán ugye már ők már közel vannak is, és rájöttek arra, hogy az egésznek ez egy hatalmas, büdös, gennyes, rothadó hazugság, amit mi itt Európai Unió címszó alatt felépítettünk, katolikus, meg hídgyülekezetes, meg baptista, meg ez egy hatalmas, büdös hazugság, bűzlő hazugság, rothadó hazugság. És az embereknek már a lelke is rothad, a lelkű is rothad, és nem veszik észre. És senki nem akar észrevenni. És akkor kiderítjük azt, hogy egyetlen egy ember van a Székelyföldön, itt egy Gyergyóban főképp, ugye, aki problémát okoz, más minden rendben van. Most már szépek az útak, le van aszfaltozva, a por az szerintem addig lesz Gyergyóban, amíg. Tehát először a bolygó fog eltűnni, utána aztán a por Gyergyóból körülbelül. Tehát itt mind ez a város, ez porra van ítélve, hogy ne tudjunk hazudni magunknak. Tehát, hogy legyen szembesülés. Na de másképp itt Gyergyóban minden rendben van, tehát itt mindenki olyan szépen, igaz, hogy automatára van állítva, tehát mint mondtam az előbb is, a gyergyói embernek a mosolya automatikus. Szia, hogy vagy? Abba a helyben húzza szét az ajkait, itt megmutatja a mű porcelán fogait, hogy milyen szép fogai vannak. Tehát automatára van állítva a mosoly, az öröm, a szeretet, az adakozás, minden automata. Hát ennek miközben az élet az emberek? Hát automatára működnek a robotok, ahhoz nem kell. Isten a mennyek országát, a földet sem a robotoknak teremtette, hanem az embereknek. De mi már robotokká lettünk. GPS automata az örömünk, a mosolyunk, a kávéfőzés, a szeretkezés, minden. Automata minden. Na. De hogyha ez a srác befogná a száját,
itt Gyergyóban, akkor teljesen biztos, hogy sokkal jobb világ lenne. Körülbelül ez lett az emberek fejébe. Hogy csak az a probléma most már, most, hogy ennyi uniós támogatás elértük azt, hogy Gyergyóban is van aszfalt, és nem csak földút, most már csak azt kéne megoldani valahogy, hogy ezt hallgasson el, ez aki beszél, és ráadásul Isten elébe beszél, hallgasson el, mert túlságosan büdös a szembesülés. Büdös szembesülni az, hogy függünk mindentől, a testnek a vágyaitól, gyógyszerfüggők vagyunk, altatók, szanaxfüggők vagyunk, teljesen ki van szolgáltatva az egészségünk a műszereknek, a műdolgoknak. Tehát haldoklunk, a lelkünk halott, a lelkünk nincs örömünk, nincsen békességünk, megesszük a cukrot, nő a seggünk, iszunk, eszünk és szarunk, de lelki békes, semmi. És azon gondolkozunk, azon morfondírozunk, hogy mikor kössük fel magunkat. Ebből a hatalmas nagy boldogságból, ebből a hatalmas örömből, amiben vagyunk, mikor kössük fel magunkat, mikor akasszuk fel magunkat, mikor lesz egy annyi itt szabad időnk, internet nélkül is, a zombi emberek társasága nélkül, hogy fel tudjuk magunkat kötni, akasztani a fürdőszobába, vagy valahova. Ilyen állapotban van a székelység lelkileg. Na, és akkor jönnek a vallások, hogy jó, hát a szűzanya aztán majd megoldja. Meg. Eddig is megoldotta, meg van oldva. Na, ez volt a bevezető, és akkor mostan következzen az, amit az éjszaka kaptam álomban, hogy fejvadászok vannak közöttünk, de már azt is elmondtam. Annak is lényegét elmondtam, ugyanis azt láthattam ebben az álomban, hogy itt voltam ebben a gyönyörűséges városban, és voltak némelyek, akik hallották az igazságot, és akik hallották az élőisten szavát, és elindultak az igazság útján. Igen, de megjelentek ilyen kis tolvajok, tolvajrablók, gazemberek, ahogy mondja Jézus a vallási vezetőknek. Béresek, pénzét dolgoznak, tolvajok és rablók, béresek, gyilkosok, emberölők. Ezek megjelentek, és kezdtek hazugságokat mondani Isten nevében. Vagyis nem csak Isten nevében, hanem az emberek egyik kezdték visszacsábítani a világba. És akkor én ott voltam egy fegyverrel, és amikor mint őrálló voltam ott, és én hamar kiszimatoltam azt, hogy valakinek Isten gyermeke közül megjelent a fejében egy kísértés, egy kísértő gondolat, egy hazugság, vagy egy valami kívül egy hazugság, ami őt vissza akarja vinni a hazug szabadságba, abba a hazug szabadságba, amiről beszéltem mostanig. És én abban a helyben, így, amikor megláttam, hogy valaki kísért Isten gyermekét, hát nagyon humoros volt, tehát humoros és játékos volt az álom, és úgy tényleg szórakoztató is volt, és Istennek nem tudom megköszönni, hogy így álomban így megvigasztal és így szórakoztat, mert a nappalok azok tényleg katasztrofálisak, tehát a lelkem számára, a testem számára jó, mert egészséges vagyok viszonylag, tehát nincsen semmi bajom. Eltek kiadtok, akár elmehetnék paráználkodni is, kocsmázni is mehetnék, bármi szabad nekem, csak nem minden hasznos. De a lelkem az nekem gyötrődik, tehát a lelkem, amikor vissza kell jöjjek nap minden reggel ebbe a hiába valóságba, hogy akkor jaj, még egy néhány nap, aztán kell majd porciózni, meg portörölni, meg ilyen dolgokkal foglalkozni. Ez maga a katasztrófa a lélek számára. Szóval valahányszor megláthattam, hogy Istennek valamelyik gyermeke meg van kísértve egy hazugsággal, a hazug szabadsággal. Ugye, és ahogy a tegnap beszéltem, mert ez úgy mondanám, hogy a tegnapinak a második része ez a felvétel. A tegnapinak a címe pedig az volt, hogy alultáplált gyermekek Székelyföldön. Azt hallgassátok meg. Az nem csak a húgomról szól, hanem mindenkiről, aki esélyt kapott a megmenekülésre. Alultáplált gyermekek Székelyföldön. Alultáplált gyermekek Székelyföldön. Hallgass meg, hogy értsd meg, hogy hogyan visz téged vissza az ördög, a sátán abba a világba, amiből téged Krisztus kimentett, vagy ki akar menteni. Na, abban arról beszélek. És ebben az álomban az Úristen azt mutatta, hogy mi az én szerepem, és addig, amíg a Földön vagyok, amíg itt reggelente felkelek, és kinyitom az ajkaimat, addig ez az én szerepem.
Tehát megláttam egy ilyen kísértőt, hogy Istennek a gyermekét próbálja úgymond visszavinni a világba, vissza a régi biorobot mókuskerékbe. Jobban helyre felemelkedtem a levegőbe, és elővettem a fegyvert, és lelőttem, fejbe lőttem. És valahányszor kiszemeltem, vagy kiszimatoltam egy-egy ilyen kísértő gondolatot, egy kísértő bármit, amivel Istennek a gyermekei meg vannak kísértve, felemelkedtem a levegőbe, és lelőttem távolról, célba vettem, és lelőttem. Katonaságnál is Isten megadta, hogy jól tudtam célozni, tehát nagyon jó volt a vizsgám az iskola végén. Kellett vizsgázni, hogy akkor célbalövés, meg különböző ilyen intelligencia tesztek, meg minden, és jól szerepeltem, úgyhogy így lettem őrségparancsnok. De kit érdekel? Nem fontos az. Szóval, na, nem fontos, látjátok, hogy milyen hülye a test. Igen, úgy adta az Úristen, hogy nem kerültem el. Valahogy belecsöppentem, és végigcsináltam. Egy évet katona voltam, és azt adta az Úristen, hogy mi voltam ottan, hát őrálló. A katonaságnál őrálló vagyok. Itt amúgy el szeretném mondani, hogy vannak Magyarországon olyan emberek, tényleg elnézést kérek, hogyha durván fogok megint fogalmazni. Jönnek, hogy engemet kiutassanak abból, hogy én hogyan kéne munkámat végezze. Tényleg jönnek táposok, olyan emberek, akik tényleg a televízióból születtek. A műcukorból születtek. És meg akarják mondani, hogy hogyan kéne csináljam a dolgomat. És nem engedtem meg én magamnak éveken keresztül, hogy én megmondjam másnak, hogy mit hogyan csináljon. Elmondtam azt, amit láthattam Istentől. Elmondtam a bizonságaimat. De az, hogy én valakit manipuláljak, hogy csináld így, csináld úgy, ezt nem szabad én csináljam. És akkor jönnek magyarországi, és nem azon a hangsúly magyarországi, hanem azon, hogy olyan emberek, akik a tápos világba beleszülettek, nem tudják, hogy mi az, hogy nehézség. Nem tudják, hogy mi az, hogy éhezni, vagy fogalmuk sincs semmiről jóformán, és jönnek, hogy megmondják, hogy én hogyan kéne beszéljek. Vagy én mit kéne csinálni, hogy menjek, sőzi, Orbáni tort, mit tudom én, pofozzam a fel, vagy nem tudom én, mit csináljak. Teljesen el vagytok szállva. Teljesen meg vagytok kötözve, el vagytok szállva, némeljek. Azt kell, hogy el vagytok szállva. Amikor te megittad azt a löttyöt, hogy az izmaid nőjenek, akkor akkor az volt nekem, hogy a sláger, hogy katonaságnál voltam, és nem igazán volt, amit megegyek. És volt olyan, hogy megettem a kutyakaját is, és nehézségben voltam. És kemény kiképzés, kemény edzés, táp nélkül, fehérjepótló nélkül, meg minden nélkül. És meg voltam alázva, és voltak kemény szituációk az itt a katonaságnál. És ott valahogy azt túl kellett élni. Túl kellett élni. És akkor te engemet nevezel ízének ilyen fotelkereszténynek? De fogalma sincs, mit beszélsz. Össze-vissza beszélsz ember. Fogalmat sincs, mit beszélsz, mit üvöltözöl. Fogalmat sincs. Amikor te azon voltál a tükörben, hogy megnőtte a bicepszed, meg a melleid, hogy és akkor a farkad nőtte még, vagy csökkent, akkor az Úristen azt adta nekem, hogy zarándokoltam a semmiben, a semmi közepén, és ételem sem volt, és jóformám semmi nem volt, és éjjel-nappal mentem, és közben voltak szembesülések, és voltak tanítatások, meg minden. És jössz nekem te azzal, hogy én a fotelből nyomom az igazságot? Ügyelj, mit beszélsz, ember, ügyelj, hallgass el, amíg meg nem némulsz végleg. Ne kelljen megnémulj el ahhoz, hogy elhallgass. Ezt kívánom neked. És tudja, kiről van szó. Az ember, akinek ez most a vallása, hogy én Orbán Viktort le kell majd özéljem ottan, kikenek jösszem az észnek, hogy aki gyalázta Istennek a gyermekeit, ugye ne kell megnémulj. Mert lehet, hogy meg kell némuljál. Ha te össze-vissza fröcsöksz, te lehet, hogy meg kell némuljál. Ugye, ember, mit csinálsz? Hát csak úgy zárójelben mondtam el, hogy olyan emberek, akinek fogalmuk sincs arról, hogy mi az, hogy nehézség, mert nincs fogalmuk, mert egy tápos világba születtek bele. Egy olyan tápos világba, ahol a műkajas, a mű cukors, a mű minden belefolyja az életükbe, a mű élvezetek, a mű örömök.
ilyen emberek ki akarnak engemet oktatni arról, hogy hogyan kéne beszéljek, hogyan kéne megközelítsem az embereket. Nem tudják, hogy mi az, hogy nehézség. Amikor addig futtattak, hogy azt hittem, hogy elájulok gázmaszkban. Ezt hiába is mondom, egy mai tápos magyarnak, egy mai tápos székelynek, ezt hiába mondom. Azt hiszem, hogy hazudok. Ájulásig, orvérzésig futtattak. És kevés kajával. Nem mindig volt sok kaja. Volt, amikor kevés volt. Volt, amikor meg voltunk alázva, el voltunk tiporva, teljes mértékben, el voltunk taposva. Jönnek a táposok, egyet gondolsz, elkezdett a YouTube-os videót csinálni arról, hogy én hogyan kéne beszéljek, és elkezdi gyalázni Istennek a gyermekeit. Ugye, mert közel van az idő, és nehogy megnémulj, ugye. Ezt csak úgy mondom. Nehogy meg kell némuljál a nagy pofád miatt. Mert testből te üvöltözöl, és gyalázod Istennek a gyermekeit. Vissza az őrségbe. Tehát mi történt? Úgy adta az Úristen, hogy én sem jókedvemből mentem. Tehát én is pont olyan tápos lennék, mint akárki más. Nekem az Úristen ezt nem engedte. El kell végezzem egy év katonaságot. Őrségparancsnok lettem. Üvöltöttek rám, s edzeni kellett keményen, jó keményen kellett edzeni. És nem úgy, hogy ezért, hogy néztem a bicep szemet a tükörben, hogy mennyit nőtt, hanem úgy, hogy kemény edzés, mint a légiósoknak, az idegen légiósoknak kemény edzés. Román katonaság az nem leányálom volt. A legtöbb tápos ember, aki engemet kioktat arról, hogy hogyan kéne beszéljek, az néhány napot húzna, utána aztán menne és felkötné magát. Ez van, emberek. Ezt muszáj elmondja. Muszáj, hogy elmondjam ezt. Szóval, azt adta az Úristen, hogy őrség parancsnok lette Kolozsváron, a Kolozs megyei rendőrfelügyelősége. És igen, ott őrálló voltam. Tehát ugye az őr mit csinál? Hát vigyáz a rendre, és hogy ne jönnek betolakodók. Ugye? Tehát miről beszél Ezékiel próféta? Arról, hogy Istennek a gyermekei őrállók. És hogyan őrállók Istennek a gyermekei. Úgy, ahogy mutatta nekem álomban mindenható Isten, hogy jönnek a hamis gondolatok, a test megkísért, hogy ja, egy kis vakációs, már is bealakultál teljesen, meg egy kis, egy új elképzelés az életről, meg egy újabb vallás, meg egy újabb dicsőítő zenes, olyan szépen bedicsőít engem az álomba, hogy az őrállóknak a dolga az, hogy észrevegyék valahányszor, mert ezek mind ilyen támadások. Ahogy mondja Pál apostol, nem test és vér ellen van nekünk harcunk, tusakodásunk, hanem a hatalmasságok ellen, amelyek a magasságban vannak, szellemi hatalmasságok ellen, de nem szellemek ezek, mint ahogy mondják a hídgyűlések, nem ilyen röpködő szellemek, hanem ideák, meg hazugságok, meg gonoszságok, meg kísértések, meg szokások, meg emberi gondolatok, amelyek a levegőben röpködnek, és emberek, ugye, akik telve vannak ilyen mocsokkal, és Isten és Jézus nevében hirdetik a hazugságot. A szent szellemezős kereszténység Magyarországon, a szent szellemezős kereszténység, amely a barátomat is megfertőzte. Ott Magyarországon a barátomat is megfertőzte, és inkább kell neki még mindig a szent szellem, mint a szent lélek. Nem akar szabad lenni. Mert a testi jóléttel, a földi jóléttel sokkal inkább megy a szent szellem, mint a szent lélek. Ez van, emberek. És akkor az én dolgom az, és azok dolga, akik kívánnak hűséges lenni az élőisten szavához, az, hogy amikor jönnek az ilyen gondolatok, bármilyen, mert látják, hogy a levegőbe felröppen egy hazugság, egy sötét ember, úgymond, aki meg akarja fertőzni Istennek a gyermekeit, na az ő felemelkedik a levegőbe, szemtől szembe vele, és megvívja vele harcot. Ezt mondotta nekem a mindenható Isten éjszaka, hogy felemelkedtem a levegőbe, szemtől szembe voltam vele, és lelőttem, homlokon lőttem, agyon lőttem. Ez volna Isten gyermekeinek a dolga, hogy amikor jönnek a különböző ilyen kísértések, meg, mert Istennek a lelke mutatja, hogy például olyan volt, hogy most egy pár napja is, Isten megmutatta, hogy egy kedves barátom meg van kísértve olyan dolgok által, olyan tartalmak által, amelyek jónak tűnnek, de az okkultizmus felé vezetik őt. És én hülye, Isten bocsássa meg, tényleg azt tettem, hogy hát ez biztos, ez rólam szó, és elkezdtem én magamat elemezni, hogy így, meg úgy, meg balra, meg jobbra, hogy mi ebből nekem a tanulság, mert én nem akartam egyáltalán feltételezni, ez a barátom
hogy ő, mert azt láttam róla, hogy tükör előtt van, és cserégeti a maszkokat, leveszi a maszkot az arcáról, felteszi egy másik maszkot, és gyorsan cserégeti a maszkokat, veszi le és teszi fel azokat. És azt mondtam, hogy az kizárt dolog, hogy ő ilyen csinál, ő biztos nem képmutató. Teljesen ki van zárva, hogy ő képmutató lenne. De az Úristen azt akarta az állammal mutatni, hogy bajban van, meg van kísérte. És egyszer csak rám ír, egészen pontosan küldött nekem valamit, egy tartalmat a Facebookon, egy videót. És mivel ő küldte, megnéztem, néhány perc volt csak, és megaláztam magamat tényleg kedvesen, Isten félelemben elmondtam, hogy ne haragudjál, de én ezt ismerem, te ezt nem ismered, én ebbe is belementem, ismerem ezt a szellemiséget. Ez az okkultizmus felé visz, a szellemi iskolák felé visz téged. És ő hálásan megköszönte, letérdelt, ott, ahol ő volt, nem előttem, letérdelt és megköszönte mindent Istennek, hogy Isten figyelmeztette, hogy a látszat ellenére milyen csapdák vannak, ugye, mert jónak tűnik, hogy sőt, még Krisztus is meg volt benne, említve meg minden. Hát a magyarországi okkultizmus arról híres, hogy a Krisztus benne van, tehát a szerepel benne. Egy Krisztus, egy ilyen magyarországi Krisztus, amit létrehoztak a magyarországi szellemiskolák, okkultiskolák, az létezik. És akkor ezt ő megosztotta, hát láttam, hogy a Facebookján is meg van osztva ez a dolog. Hát akkor mit kellett én csináljak? Felemelkedtem a levegőbe, úgy, ahogy Isten nekem mutatta álomban, felmentem a levegőbe, és megvívtam el a harcot ezzel a szellemiséggel, amely próbált betolakodni az ő szívébe, az ő elméjébe, és kezdte volna leuralni az ő életét. Meg kell vívjam a harcot. Érthető, kedves hallgatók, bizonyságtevők, hogy mi Isten gyermekének a dolga, az, hogy felmenjünk a levegőbe, felemelkedjünk a levegőbe, és a magasságba megvívjuk a harcot a démonokkal, úgymond, a démonokkal, ezekkel a hazugságokkal, amelyek megkísértik még Isten gyermekeit is. És ezért mondtam azt, hogy ne osszatok meg minden moslékot a Facebookon, hanem osszátok meg, amit ti kaptok személyesen. Ha nem kapsz személyesen semmit, akkor térd el le és imádkozz. Addig, amíg kapsz valamit személyesen. Ne osszál meg minden moslékot, ismeretlen forrásból jövő tartalmakat, ne osszál meg még akkor sem, hogyha Jézusról beszél. Még akkor sem. Hanem vizsgálj meg mindent. Ha már találkoztál vele, akkor vizsgáld meg. Fohászkodj. Ne folyjál vele. Mert Jézus azt mondja, hogy vannak ugye, akik nem ismerték meg a sátán mélységeit. Én megismertem. Én tudom, hogy miről szól körülbelül a karizmatikus kereszténység, ami bejött Amerikából, Gyergyóba is, a hídgyülekezete. És nem a hídgyűlések ellen szólok, hanem a szellemiség, amely leuralta őket, és nem engedő, hogy feltámadjanak, és bizonságtevőkké váljanak. Azzal ellen szólok. Értük szólok, hogy támadjanak fel minél többe, minél több hídgyűlés, így Gyergyó szemétosan támadjon fel, és váljon bizonságtevővé, és legyen ő a világ világossága. Értük beszélek. De betekintést nyerhettem Isten kegyelméből nagyon sok mindenbe, szellemiskolákba, ami ugye az okkultizmusnak az alapja, a teozófia meg a társai, ami belement valamilyen mértékbe a kereszténységbe is, és megfertőzte azt. És igen, ezáltal én őrálló lettem. Nem akartam, nem tudtam, azt sem tudtam, hogy az, hogy őrálló. Csak utána olvastam Ezékiel prófétától. De mindenki őrálló emberek, aki szót kapott Istentől, hatást kapott, még meddig hallgatsz? Nem fulladsz meg? Te, aki őrálló vagy, és őrállónak lettél téve, hogy kiálts és üvölts és fújj meg a trombitát, hogyha a veszély jön, te még meddig hallgatsz? Én nektek elmondtam többször, hogy én fuldoklom. Tehát én, hogyha nem beszélhetek, ha nem mondhatom azt, amit nekem Isten mond, én fulladok meg, fuldoklom. És ezáltal is a lélek jelzi az, hogy nem vagyok a helyemen, hálátlan vagyok, hűtlen vagyok, kutya vagyok, igen. Mert aki kapott Istentől szót, és azt nem szólja, és nem figyelmezheti az ő embertársát, és a harcot nem vívja meg, a magasságban lévő hatalmasságok ellen, a szellemi hatalmasságok ellen, amelyek az legtöbb embert az agyon keresztül támadják. Agyon vagyunk támadva, az agyon keresztül vagyunk támadva. Ezért mondja Pál apostol, hogy fogjul ejtvén minden gondolatot, hogy engedelmeskedjen a Krisztusnak, megragadvá minden gondolatot, amely a Krisztus ismerete ellen emeltetett, minden magaslatot lerontván, minden okoskodás és minden magaslatot, ami a Krisztus ismerete ellen emeltetett. Na ez volna Isten gyermekének a dolga Gyergyóban, Budapesten, Debrecenben és Szekszárdon és Szesszárdon, mindenhol. Mindenhol. Ez volna Istennek a gyermekének a dolga, hogy lerontson minden magaslatot és vívja azt a harcot, a hitnemes harcát,
a sötétség erejével, amelyek, ami az emberek agyában nyilvánul meg, az emberek szellemében, mert nekik inkább szellem kell, mint Isten. Inkább szellem kell, mint Szentlélek. Nem tudom megköszönni. Tehát nincsenek szavak. Nincsenek szavak emberek. És akik tőlünk hallották az evangéliumot, általunk hallották az evangéliumot, ők ezt a hatalmas szabadságot kapták, mert mi senkit nem akartunk kontrollálni, senkit nem akartunk irányítani, senkitől nem kértünk pénzt, senkitől nem kértünk szívességet, hogy hogyan csinálja, hogyan jár ez az utat. Tehát ezt a szabadságot, amit mi kaptunk a Krisztustól, mi ezt tovább is adtuk, tovább is adhattuk. Vannak olyan bizonságtevők, akikkel soha nem beszéltünk, és bizonságtevők is magasan szállnak, és nem vallásfüggők. Nincsenek megmételezve semmilyen vallással, sem a hídgyülekezetével, sem a Szent Szellemmel, semmivel. Ezt a szabadságot kaptuk, ezt a szabadságot adtuk tovább Isten dicsőségére. Ez történt. Ezt nem lehet megköszönni. Ahogy énekelt az oltár, hogy hogyan köszönjen meg végtelen szeretetet. Nincsenek szavak, nem lehet megköszönni. Nem tudom megköszönni. Azt tudom tenni, hogy amit kapok, ahhoz hűséges vagyok, azt megosztom embertársaimmal, megcselekszem azt, amit Isten mond nekem, megvívom azt a harcot, felmegyek a levegőbe jelképesen, felemelkedek a levegőbe, és fenn a levegőbe szétlövöm, szétlocsantom az agyát annak a szellemiségnek, ami fertőzi a székelyeket, a magyarokat, akiket Istennek a lelke hívogat, hogy ébredjenek fel, támadjanak fel a lelki halálból. Ez a hit nemes harca. Ez a hit nemes harca. Ezt magamért is kell vívjam. Elsősorban magamért. Mert hogyha én ezt én nem mondom ki, hogyha látok én hazugságokat itt a Földön, Gyergyóban, vagy bárhol, a vallásban, vagy bármilyen, látom azt a hazugságot is, egyet nyelek, és félrefordítom a tekintetemet, akkor azáltal, hogyha nem teszek én bizonságot azzal, ha nem leplezem le, akkor én már közösséget vállaltam vele. Én vagy leleplezem a sátának a játszmáit, vagy pedig közösséget vállalok vele. Ez itt mondja Jézus, hogy a langyosság meg fog ölni. A langyosság a kárzatba taszít, a langyosság gyávaságba visz, a gyávaság pedig a gyehenna tüzébe, emberek. A langyosság a gyehenna tüzébe. Úgyhogy kik a fejvadászok közöttünk? Hát mi vagyunk azok. Mi vagyunk a fejvadászok. És a fejeket vadászunk, a fejek, a nagy fejeket, ugye, a fejeseket, a hazugságot, mert a fejbe, a koponyák helyén, a Golgotában megfeszítve az igazság. Mi vagyunk a fejvadászok, te is fejvadász vagy, te is őrálló vagy, ott, ahol vagy. Lehet, hogy nem éppen Gyergyóban, hanem valahol máshol, Kovásznál, vagy bárhol másik településen, te is őrálló vagy. És mint tudjátok, nekem is kellemetlen néha, és fájdalmas, hogy még meddig kell ezekről a dolgokról beszélni, hogy mikor lesz vége, hogy még meddig kell felkeljek ebbe a rothadó testbe, még meddig kell megvakarjam a fejemet, vagy a térdemet, vagy a bármit, még meddig kell ezt csináljam. Mert minden hiába valóság, emberek. A leggyengébb álmom is messze felülmúlja azt, amit én a nappalban megélek. Még a leggyengébb álmom is. Ezt, ami nappalban van, hogy itt jövök, menjek, és érzem a derekam fáj, meg kicsit, meg most akkor kelljenek, vagy most már kéne egyek is, mert addig beszéltem, hogy megéheztem. Meg. Ezek a sok szükséglet, meg minden, nem veszük észre, hogy ezek mind a lélek ellen hadakoznak. Mi azt hiszük, hogy csak a lopás a bűn, meg az, hogy öltél-e valakit. Nem, emberek. Itt minden bűn. A testnek maga a testcentrikusság, az, hogy a testért élünk, az maga bűn, emberek, az úgy mindenestől bűn. A földhöz ragadtság, amilyen soha nem volt, amióta ember van a földön, a földhöz ragadtság bűn, a testiség bűn. A testemet díszítem, a testemet próbálom építeni, meg szépíteni, ez bűn, mert azáltal elválasztom magamat Istentől, mert a Isten benne az ő országában nincs test, tudat. Megszűnik a testtudat, vagyis az öntudat, az, hogy akkor jaj, nekem most milyen szép bicepszem van, meg hogy milyen szakállam van. Nincs, emberek, nincs. Tehát az én testtudatom, amit én táplálok, most én fogom táplálni, befogad egy darab kenyeret például, fogom táplálni a testtudatomat. És nem azt mondom, hogy akkor hagyja, hogy valaki kifogassa a szavaimat, hogy hagyja abba a kajálást. Nem erről van szó egyáltalán. Mert a lélek mindenkiben elvégzi azt, amit el kell végezzen.
De az, hogy ez a langyos, fos keresztény vallásság, amiben éltünk, amiben élünk, az a lélek ellen háborozik. A kereszténység meg van fertőzve, hogy az valami borzalmas. Borzalmas. Tudom, hogy van kivétel, dicsőség az Atyának. Van kivétel. De durván meg van métejezve a kereszténység. Tehát a Jézabel, tehát a kereszténységben Jézabel tanít emberek. Ezt mondja Jézus. Jézabel tanít a kereszténységben. Jézabel. A varázslás, a bűbáj szellemisége, a csábítás szellemisége, a szent szellemezés, a szent szellemező Jézabel, na azt tanít a kereszténységbe. És emberek Isten és Jézus nevében teljesen, brutálisan benne vannak a testiségbe. Full karnalitás, full karnalitás, önszuggesztió, agykontroll, hipnózis. Ezt művelik Magyarországon és Székelyföldön is Isten és Jézus nevében. Mindez Isten és Jézus nevében történik. Írtam is egy kedves párnak, láttam valaki által elengedült egy videójuk, és akkor meghallottam, hogy miről beszél, rátette a kezét a homlokára, hogy akkor én most az Úr Jézus nevében, és akkor az a saját kezemen keresztül, és amit tudom, emberek, ez vará, ez boszorkánság, ezt régebb halállal büntették az ilyen hülyeségeket. Halállal büntették, amikor valaki elkezdett varázsolni a saját kezével, ráteszi a homlokára, és a másik homlokát ottan tapogatja, ezt varázslásnak mondták, boszorkánságnak, megölték az ilyen embereket, kivégezték. Ez a Jézabel emberek. A Jézabel, akik a Jézabel szellemisége szerint élnek, a Jézabel sorsára jutnak, ő kiesett az ablakon, a teste széttörött, és kutyák megették. Kutyák megették még a csontját is. Azt, hogy akik Jézabellel paráználkodnak, azokat ágyba vetem, és a fiaikat megölöm halállal. Na ezt az Úr Jézus mondja. A magyarországi keresztényeknek, akik a Jézabel szellemiségével paráználkodnak, és szent szellemeznek még mindig, és küldik a szent szellemet, és varázsolnak. Ügyeljetek, addig szent szellemeztek, hogy be fog következni az, amit Jézus mondott, hogy ágyba vet, ágyba lesztek vetve, és a fiaitokat megöli halállal. Emiatt van szenvedés, mert zombivá kezd válni már a kereszténység is. Nem, hogy a világiak, a testi emberek, a kereszténység. A kereszténység. Annyira meg vagyunk fertőzve az amerikai kereszténységgel, hogy zombivá kezdünk válni. És a bizonságtevők azok a langyos eledelt szolgálnak fel, langyos italt szolgálnak fel az embereknek, ami nem jó, sem fogyasztásra, sem gyógyulásra, semmire nem jó. Jaj, ha hideg volna, vagy hév, de mivel lágy meleg vagy, kivetlek a számból, az igényből kivetlek. Nincs közöm hozzád. Teljes mértékben az agyban vagy, a szellemedben, az agyadban forogsz. Nincs neked kijelentésed tőlem, és nem is vágysz arra, mert annyira el vagy foglalva a testiekkel, a tested komfortjával, a biókajával és minden, úgy el vagy foglalva, hogy a lelked halott, a lelked nem hallja az én lelkemet. Nem kapsz, ezért nem kapsz álmokat, nem kapsz kérdést, nem kapsz látásokat, nem kapsz valódi elhívást. Mindent, amit csinálsz, agyból csinálod és betűből csinálod, szellemben futkorászol, mert a szent szellemet dicsőíted, az amerikai szent szellemet dicsőíted, és Istennek a szent lelkét nem kívánod megismerni, és nem kívánsz azzal közösséget vállalni. A lélek fegyvereivel vagyunk mi fejvadászok. A lélek fegyvereivel. A lélek, a szent lélek fegyvereivel. Isten a lélek által mutatta meg nekem azt, hogy a kedves utitársam tévelyek. Olyan dolgot kezdett megosztani a Facebookon, ami veszélyes, ami okkultizmus. Volt benne valami jó is, valami igaz is, a többi hazugság. Lélek által mutatta meg nekem Isten, nem szellemben, nem a szellememben. A szellemem az agyam. A jó szellemi képességgel rendelkező ember az nem lelki ember, hanem agyas ember, aki megölte a Krisztust az agyában. A Golgotán, a koponyák helyén. Ügyeljetek a szellemezésre, emberek. Hagyjátok abba a szellemezést. Kérjetek látást a lélek kardjával, a lélek cselekedeteivel. Győzzétek le a test cselekedeteit. Hogyha már testben élünk, hogyha én is már felkeltem testben, akkor használjuk a testünket arra, hogy megvívjuk a hit nemes harcát magunkért, és azokért, akik még megmenekülhetnek, akik meghallhatják az igazságot, és feltámadhatnak a lelki halálból. Ingyen kaptátok, ingyen adjátok. Isten áldjon, sziasztok!